Fiam, egyszerűen én annyira nem értem, hogy most ezt minek kellett. Mondom, hogy ide jövünk. Hú, most mi? Ha ez így igaz, szicíliai én világomlik belőlem. Nézek, én nagyon minek szeret. Minek hoztál át? Én, ha főzök, száradjon le a 10 ujjamból 6. Na, húzba, a karodra hagyd feküdjön. Ne karozzad, összeizél. Nem férsz fel. Én? Hát most meg fog lepődni. És akkor Kajak nem tudja, hogy mi jövő. Nem. Az első szerelem, az mi találig elkísér. Én még színpadon nem sírtam. De a mama olyat hozott ki belőlünk. Úgy dobolt, hogy közben így fogta a könnyen. A pergőm tiszta, a pergő dobom tiszta könnycseppen volt. Képzeld el. Fiam, egyszerűen én annyira nem értem, hogy most ezt minek kellett. Hogy egy ez most minek kötött hozlak, a szemem. Egy, szent, egy az, kettő. Egy szent helyre hozlak. Hogy körülbelül biztos, hogy itt lehetünk a környéken, 2-3 gyál utcáin, mert hogy konkrétan otthonról alig jöttünk el. Olyan vagy, mint azok a rossz papagájok, be nem áll a szád. Emil, most ne szórakozzál, így kéne járnod egész évben, hogy ne lássál semmit. Na léci, hagyj vegyem le. Így. Ne vedd le, még ne vedd le. Na de hol vagyunk? Gyere már. Hozták ki? Hoztál játszótérre? Milyen? Hova vittél? Templomba? Nem, egy szent helyre hozlak. Hát akkor nem templomba vagyunk. Mi? Akkor a templomnál, a gyáli templomnál vagyunk. Fejezd már be, hát. Na hol? Na jó, gyere már, lépkedjél. Ne vedd. Szeretem a meglepetéseket, de amikor nem látok, azt nagyon nem szeretem. Ez egy meleg hely, ez szeretett meleg hely. Megjöttünk? Nem. Olyan csend van, hol vagyunk, fiam? A temetőbe? Mert hogy konkrétan olyan csend van. Nem, várjál, mindjárt nyitok. Külön. Akkor hova hoztál, a művelődési házba, gyárra? Várjál, vagy hova? Várjál. Istenem. Várjál, kicsikém. Figyelj, kapucsattogás volt, gyere. Tehát akkor vagy templom, vagy én nem tudom. Lépjél, nagyot lépjél. Most hol vagy? Várjál. Na jó, Emil. Várjál már. Na. De most várjál! De minek, forduljál meg! Ne tudjál már, te ide? Izé! Na, hát olyan vagy, mint azok a dinoszauruszok, Di. De megmozdulj! Ülj le! Azaz, ülj le! És most megmondom, hogy hol vagy. Várjál, bontala. Ezt a helyet, ezt nagyon szereted, ezt a helyet. Ez egy meleg hely. Hát nem török. Ne, itt vagy. Emil! Most szórakozol velem! Ennyire nem lehetsz bunkó paraszt! Figyelj! Vittelek már Monte Carlo-ba, meg mindenhová. Most áthoztál a Sonnetlibe mamához. Így van, mert ez egy meleg. Volt egy érzésem, hogy itt lehetünk a környéken. Figyelj. Mert hogy konkrétan 3 percet ültünk az autóba. Figyelj, ennél melegebb hely nincs, ott befűtjük a kemencét, öcsön. Most te, Emil. Ne, minek rajoskodni állandóan? Mama, itt most sincs. És minek akkor mi van? Át? Hát akkor itt romantikázunk. Most komolyan. Mama ágyába. Emil. Mi? Életemben nekem még ilyen meglepetésben tényleg soha nem volt részem, mert nekem otthon azt mondta, hogy öltözzek föl, elmegyünk valahová, kettesbe leszünk, a gyerekeket szeparáljam le mamához, hogy romantikusan egy kicsit Valentin napozzunk. Én nagy hétbe készülök. Hát ekkora meglepetésre, hogy mamához érkezek a Sonnetliba, hát tényleg nem számítottam. Inkább tudod, akkor vittél óra el a közértbe, vagy a henteshez. Na, jó figyelj. Van. Na, ennyi volt. Ezért
kellett nekem itt készülődjek. Ezért. Na jó. Hát jó. Mit készülöttél? Felvetted ezt a rossz piros zsakidet? Jó, most tényleg ide hoztál? Ide. Nem, tudom én, hogy nem ide hoztál. Valahová el fogunk menni, most csak megszivatsz. Ismerlek. Hát mi? Ne, ismerlek én. Na, mondjad, hova megyünk, szerelmem. Ide. Tudom én, hogy kamusztál. Ide, mamához. Nem. Ismerlek én. Esküszöm. Nem, tudom én, hogy ez csak egy ilyen átsza, valahová mi esküszöm, megyünk. Esküszöm, mondom. Valahová. Ide. Csak nem mondod meg. Na most már mondd meg nekem, már nagyon kíváncsi vagyok. Léci. Itt vagy. Biztos, hogy nem. Isten hát ismerlek. Hozod. Isten na, hozod, drágám. Kire esküszöl? Mindenki, rád. Mondom, hogy ide jövünk. Most mi? Ha ez így Sziciliai igaz, hangulat, én világomlik belőlem. Nézek, belőle. Én nagyon szeretem. Minek hoztál át? Én, ha főzök, száradjon le a 10 ujjamból 6. Én biztos nem fog semmit csinálni. Akkor itt ülünk, most beszélgetünk. Hát, na, ennyi, akkor üljünk le, azt beszélgessünk. Ennyi. Romantikusan. Ennyi. Ezért kár volt mamának elvinni az egész gyerekeket, kár volt minden. Most ezt beszélted le mamával, hogy akkor kihozol ide? Hát ezzel az eleve kiülhettünk volna ketten a teraszra is. Kibéreltem a szanet. Én nagyon szeretem ezt a szanetlőt. Na jó van akkor. Itt mikor ropog a tűz, na, annál hát romantikusabb. Nem kell. Na mi újság? Mi újság, érted? Na. Most ez tényleg? Most tényleg. Hát legalább akkor vittél volna ki a rétre. Vagy mit tudom mit én? Mit csinálsz a réten, 100 fokos szélbedig? Legalább, a hajamat szétfújja, adik. Volna a szél. A drága hajamat szétfújja. Mondjuk ahhoz jó nagy vihar kéne, hogy minket felkapjon. Nem, hogy örülni. Még a ciara hurrikán is kevés lenne. Ciara, itt van alattam olyan ciara. Nagyon jó hangulatod van, nagyon jó kedved van. Na. Mondjuk, ha így visszagondolok az elmúlt 2-3 év Valentin napomra, akkor tavaly előtti Valentin napon egy csodálatos banános szendvicset készítettél nekem, majd afrikai. Majd kaptam tőled egy olyan striptiszt, amit soha az életemben nem felejtettem el, de azóta is kísért, de ó. És beteszek közben egy nagyon komoly dalt. Fiam. És erre szeretnék, hogy te, na. Na, ennyire szeretsz? Nagyon. De ennyire nagyon szeretsz? Nagyon. Barán tettél a szendvicsembe? Igen, mert az én szeretetem majom szeretet. Hú, Emil! És a majmok szeretik a banánt. Most Emil! Baj? Hát te vagy a kis csimpánzom. Nem szoktam ételt. Azért nem köpöm ki, mert ételt nem szoktam kiköpni, ezt most hát, lenyelem, piam, de edd meg az inkább egészet. Ne csináltál volna semmit. Figyelj! Ezzel a szendvicsért Los Angelesben tudod, hány dollárt kérnek el? Fiam, vagy csinálsz valamit, vagy nem. Képzeld el, hogyha én mit csináltam volna, ha én mondjuk a pörkölt nokedlire, nem tudom, mit teszek rá. Most hirtelen nem is jutok semmi az eszembe. Banános, figyelj. Párizsi vajkrém, banán. Sajt. Sajt. A sajtnak a barátja a banán, azt nem ketchup, tudtad? Oregano. A franciák is úgy eszik. Majd erre visszatérek, jó? Majd ezt megeszem később. Most valahogy ezt erre nem fej... Ezt ismered ezt a dalt? Nem füllik a fogam. Hű, tudtam, hogy nem fog menni simán semmi. Szabad? Ezt nem hiszem el. Te hülye vagy! Jó, ezt nem hiszem el! Magyarul! Ne! Ezt nem hiszem el! Jó! Ne! Ne! Szeretlek!
szerelem bár elindult Emmanuel volt. Hát beírtak a Sláger TV szerkesztősége, hogy ezt a striptizt kérik, hogy házhoz. Házhoz? Kerestem volna, lettad egy pár forintot, fiam. Mi hattam volna neked pénzt? Na, úgyhogy az életemben egy maradandó sok hatásként ért, mert akkor striptizáltak nekem először, de reméltem, hogy utoljára is. Aztán ezt meg tudtad még egyszer fejelni, amikor Mikulás ruhában is striptizáltél. Igen. De várjál, visszatérek a Valentin napra. Tehát ez volt tavaly előtt. A tavalyi Valentin napon, viszont a tavalyi Valentin napon ott már annyira nem voltál ilyen romantikus, hogy striptizeljél, mert akkor itt voltak nálunk a vendégek, és tavaly volt az, amikor szétdobáltátok a lakásban a Nokedlit, úgyhogy az annyira inkább kitöröltem az emlékezetemből ezeket a pillanatokat. Ismered azt a számot, Aranyeső? Emi? Aranyeső a szent kis háza! Nem érde, mi volt az? Tedd viszont semmi! Semmi nem volt az, liszt volt! A lakás... Ne. Mit csináltam? Mi van a fejemben, Feri? Nagyon jó. Liszt volt benne. Liszt volt. Hadd nézem a tükörben meg te magamat. Aranyeső! Hogy a brandel... Most már tényleg ez már csúcs, amit már művelte! Hát te is! Te is! Ki nem csináltam semmi! Feri, igen! Feri, gyere, segít! Én nem kimaradok! Hát idén egy nagyon romantikus helyszínen vagyunk, mamánál a Szanetliba. Jövőre nem tudom, hova fogsz elvinni. Tehát jövőre ettől már csak az lehetne rosszabb, ha kimennénk a Valentin napot, és mondjuk töltenénk jövőre itt valamelyik sírkertbe. Jövőre tudod, mire gondoltam? Most elmondom neked. Tehát... Jövőre Icához viszlek. Az se rossz, a tyúkolba. De végül is, fiam, nem rossz. Amúgy mondhattad volna, mert akkor felveszek egy mackót, azt nekiálltam volna itt akkor valamit sütni, főzni, ha itt erről van szó, úgyhogy... Hát, hogyha belegondolok az utóbbi pár év Valentin napjaiba, akkor egy kicsit összeszorul a gyomrom. Na, nem azért, mert hogy izgalommal tölt el, hanem félelemmel. Tehát konkrétan a tavalyi Valentin napom az olyan volt, hogy azt soha senkinek nem kívánom, amikor szétdobálták a Nokedlit a házamba. Tehát akkor konkrétan sírtam. Ott azt éreztem, hogy ott mindenkit megölök, és ülök érte 20 évet. Az előző Valentin napon, ott mikor striptizelt, akkor meg nem akartam hinni a szememnek. Azt hittem, hogy rosszul látok, vagy éppen halucinálok. Hát most itt, hogy kettesbe vagyunk a Szanetliba, ez se sok jóval ígérkezik. Hát nem baj, legközelebb majd azért mondd már meg majd a helyszínt. Hát azért még vannak meglepetéseim, megmondom a frankót. Jó. És akkor itt a Szanetliba fog a meglepetés nekem érkezni. Igen. Ja. Mi? Mert ezen kívül már csak arra gondoltok, hogy egy pizzát rendelsz, és akkor azt itt ketten meg fogjuk majd enni romantikusan. És utána az éjszaka tovább lévő részét hol töltjük ketten romantikusan? Hát én a mama ágyára gondoltam. Ja, de a dikón? Az is jó. Annyira mondom, hogy dik, akkor mi ne legyen dik. Az is jó, drágám. Már nekem már oly mindegy. Végül is nem az számít, hogy hol vagyunk, hanem mert mit csinálunk, hanem az számít, hogy itt vagyunk, együtt ez vagyunk. Ez az ágy, ez be van egy varázs, és itt meg tudná fogadni. Aha. Fogadni. Jó. Már most itt nem fogadunk, nem fogadkozunk semmit se, drágám. Itt a kisfiú itt összejönne. Amúgy várj, azon gondolkozok, hogy előtte még milyen romantikus napjaink voltak, hogy Valentin nap. Mondjuk nekünk minden nap Valentin nap, mert szeretjük egymást, nem erről van szó, csak te valahogy mindig tudsz egy csavart tenni ezekbe a dolgokba. Mondjuk én amúgy sem szeretem ezeket a nyálas Valentin napokat, mert legyen az embernek minden napja egy Valentin nap. Férfi, sokan csak akkor szeretik kaptál egymást Valentin napkor, egy évben egy nap, utána meg jobbra-balra mindenki megy éli a világát. Uh-huh. Hát mindegy, ez van. Hát te egy igazi férfivel vagy egy állattal. Azzal. Te egy állattal élsz. Az. Milyen állattal? Egy gladiátor. Oh. Én egy orosz, dupla oroszlán. Az vagy fél. Hogy mit teszek egy oroszlán csordán? Igen. Érted? Gyere menjünk, próbáljuk ki a dikót. Adjad már, mit akarsz? De még gyere. A kutyák is ott ülnek rajta. És hát a kutyák is keráznak. Azon a dikón. Hát hogy ülnék, kettőnket se bír el az a dikó? Az. Fogadjunk. Na bűj rá, na próbáld ki, hogy kettőnket se bír el. Te mamának a kis dikója. Mit akarsz? Itt akarsz romantikázni? Nagyanyámnak a dikóján. Ó! Oh. Na feküdjél le. De hogy adjál már? Mindjárt inkább elalszom. Olyan tested van, mint a izé. Mindjárt felruglak. Na, gyere, feküdj ide. Elférünk ketten? De menj már arrébb, Dika, kutyákkal kell rázad, Dika. Most miről beszélsz te? Na, elférünk ketten rajta? Na, gyere. Nem azért, azért a hátam ez az ajándék. Na, Na dűj föl, kíváncsi vagyok, hogy ketten elférnénk ezen a dikón. Na, gyere. Húzd be a hasodat. Na. Hú.
húzd be! A karodra hagyd feküdj! Ne karozzad, összeízél! Nem férsz fel! Én? Nem férsz el! Te pali vagy, hát nem férsz már oda párna, a jó nem Isten. Fértél fel! Én nem férek fel! Én feltapadtam a falra, nekem így jó? Gyere! Na! Mi? Na, ez azt egy romantikus délután. Hát ahogy itt ketten a kis dikón feküdtünk, mamának a dikóján, hát akkor egy pillanatom így megfogalmazódott bennem, hogy hát tulajdonképpen a nyugdíjasan töltjük. De nem gond ez, mert hát szeretjük egymást még akkor is, hogyha egy kicsit néha öregesen élünk, de az igazat megvalva, tehát érzem azt, hogy most már nem ez a 20 éves korombeli Valentin napok vannak. Még így délután is sziasztok. Hát, le kéne sötétíteni, hát az egész város volt. Én nem tudom, mama, hogy ja, Emil, na jó! Itt te nem csinálsz semmit, nem bestenén tesz meg semmit se. Na. Ha most ezért hoztalak ide. Semmi izé, svéd torna. Semmi izé. Ne, hova svéd tornáznál már? Hova te? Hát a szerelem ez jár akkor izé. Akkor vittél volna valahová. Ha, hova vigyelek? Itt a jó. Hidd el. Szerintem még itt nem kell rázott. Emil! Miért? Mi a mama ezt hallani fogja, mit fog szólni? Ó, örülnek, inkább jönne az unokája. Jaj, fiam. Ha miért? Hát megmondanám, mama, az ágyadon született a Emil! Mi? Hát most mi van ebben itt? Mi az, hogy az ágyadon született? Ágyadon született meg a de a azt tudod, mit jelent, hogy valami az ágyon megszületik? Na, az akkor már 9 hónap múlva itt szülnék meg az ágyon. Hát akkor bevállalnám a szülést is itt. Még a kutyánk se normálisak. De szeretem a lányom. Ülj ide. Gyere ide menni. Gyere, te roncsoló. Az is olyan, gyere, mint te, azt se tud udvarolni a lánynak. Jó, nézed már te. Neked nem is kellett udvarolni. Nekem, dehogy nem. Hát mindjárt az ágyba kötöttünk ki. Olyan voltál, mint egy hajó kikötő. Emil, nem sül a bőr a pofádról, te. Titanika, begyaltam, nem sül a bőr a pofádról, ilyeneket mondasz. Miért? Hát nem így volt. Nem így hát, volt. Hát azért mi jártunk egy ideig, hamar összeköltöztünk. Gyál el. De most mi? Hát most... Kivel kevertél össze te? Nem tudom. Hát nem mondd már meg, sorold már fel. Hát ez az, hogy nem tudnám felsorolni. Na, gyűrűk ura. Az. Az. Maradjunk annyiban. Na ide figyelj, vannak meglepetéseim mára neked. Jó. Aludjál. Ettől nagyobb kerül? Meglepetésed már, hogy ide jöttünk. Végül is ettől nagyobb nem kell. Be kéne tenni tüzet, tüzet rakni. Hát még tüzet se tudsz gyújtani. Én? Ha veled még egy ízek ki, egy... Mekkora pancser vagy te? És ott halnénk, halnánk meg ketten. Hát én a legnagyobb laguna Emil, vagyok. Emil, ne tüzeljél itten. Miért? Na elég, jó, ne kérdezz, megy a fűtés. Ne tüzeljél, jó de van. De szeretem a recsebb ropogat csontod ne is. Ne tüzeljél, a... nem kell, hagyjad. Jön majd mama haza, azt ízi, tiszta füstnek teszel mindent. Milyen füst? Most csináltatta meg a kémét. Amúgy hova ment mama gyerekekkel? Vidám parkban. Ja. De nem örülsz semmi. Elvitelek Monte Carloba. Oh, Olaszországba. Mikor volt az? Már az idejét nem hát tudom. Hát ez az. Az már ez rég az. Volt. Tudod, milyen rég volt? Elvitelek ide, oda. De azt mondd már meg, hogy kettesbe hol voltunk utoljára. Most kivel vagy, Di? Na de hogy nem, amikor azt mondod, hogy na kettesbe, mondjuk elhagytuk gyárt. Na, hát el. Agromedációt. Micsodát? Agrodemációt. Micsodát? Agrodemációt. Na, próbáld meg még egyszer. Gyál és Budapest között agromenációt. Nem rossz, az első három betűs stimmel, még egyszer. Ag... Jó. Mi vagy, te nyelvész vagy? Hát nem, de... Te nyelvész lenni, úgy pörögne a nyelvet csokolózás közben, mint 400 fokos fordulatszámon működni. Hát jó, nem vagyok egy nyelvész, de... Az az igazság. Az agglomeráció. Az az igazság, hogy figyelj, elfelejtettél csókolózni. Üljél már le. Nagyon öreges. Nem vagyok kibékülve veled. Legalább most ne szekálnál. Amúgy nem ezt szoktad mondani, de mindegy. Ha, az az igazság. Nem kérek, én nem vagyok izé, hagyjál már is zöldségevő. A hús, hogy marha szeletet adtál volna, azban benne lettem. Te mi volt, ha főzöl? Kisola. Te. Valentin napi törköltet. Mi magára hártam a... Mi? Tollas? Madár vagyok? Nem képzeled. Figyelj! Ma nem. Mi nem csinálsz egy Valentin napi pörköltet? Jó. Érted? Lerajzoljam neked, és kivágjam part kartonpapírból, vagy elképzeled? Nem, jó kis uborka salátával, romással. Tesóim, gyertek! Hello! Szia! Csók! Szevasztok! Jó utatok volt? Jó, köszi, Mártya.
Na ide figyeljetek, gyertek, mert valamire készen. Menjetek a helyetekre, Lilike, menj a helyedre, kis pitbull terjed. Menj a... Na, Valentin nappal gyanázától. Igen, igen. Na, és a cigánylány most nagyon herótos, Attina. Nagyon nagy herótban van, nem tudja, hogy jöttök. Most el fog ájulni, mert azt mondja, mert teljesen ki van, hogy még hoztam el a szanetlibe, addig mondom, hát romásan el vagyunk. Aha. Érted? Hát most meg fog lepődni. És akkor Kajak nem tudja, hogy mi jövünk. Nem. Na itt a meglepetés szerelmem. Kiket hoztam neked? Hát, sziasztok! 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 Na, mit szólsz? Na jó, hát akkor, na jó. Hát mégis csak akkor van valami kis meglepetés. Sziasztok! Ha már sziasztok, Valentin de jó napban. Látni benneteket! No, na jó, van azért mégiscsak izé. Tudtam én, hogy valami... Tudtam én, hogy azért a Sunnet Lipa 2-esbe csak nem fogjuk ezt tölteni, de azért erre nem számítottam. Nem szerettél volna a 2-esbe. Hát de! Azért én sejtettem, hogy az én uram az nem olyan egyszerűen fogja ezt a napot eltölteni, hiszen tényleg én azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés feleség vagyok, mert nekem 365 napon keresztül Valentin nap van. Sokszor még, hogyha vitázunk is egymással, vagy marjuk egymást, úgy tűnik, vagy beszólogatunk egymásnak, az nem azért van, mert nem szeretjük. Mi attól jobban szeretjük egymást, és én azt gondolom, hogy 10 év után talán még most szerelmesebb vagyok a férjemben, mint valaha. És amikor a Gypsy Life-ben megláttam, akkor azt gondoltam, hogy a világ legszerencsésebb felesége vagyok, mert hát konkrétan ők most csak nekem fognak muzsikálni. Jól vagytok? Jó. Nézzek, mennyit fogyott a tesó? Nagyon sokat fogyott, azt akartam mondani. Na, mennyi meg? Egy keveset. Nem tudom, nem néztem. De nagyon sok, dehogy nem. Te, vannak képek rólad, hogy honnan kezdted? Itt hát most régen, nincs, otthon van. Aha. Otthon. Hú, azt most nagyon kíváncsi lennék. De ruhában hány számmal lették kisebb? Körülbelül. Farmerban például. Hát, hogy olyan jó. Öt. Öt szám. De figyelj már, amióta elkezdtük a válogatót, azóta te megnyeteged, tényleg. Nagyon sokat fogytál. Hát megyünk is sokat, meg hát teszünk érte azért. Na. Éhezünk. Éhezel, mi testvérem? Hát, másképp hogy fogyol? Aha. Nehéz. Hát persze, próbál ezekben többet sétálni, stb. És van tényleg rengeteget fogyott, amióta ugye elkezdődtek a tehetségkutató castingjai már még a tavalyi évben, most szerintem a felére fogyott, tehát én nem is értem, hogy mi van itt a romákkal, hát a romákkal diétázni, hát nem is értem. Én azért én nem gondoltam volna, hogy olyan romantikus körülmények lesznek, hogy csak nekem fognak muzsikálni. Bevallom őszintén, mivel tudod, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, imádom, hogy muzsikálnak, úgyhogy azért ezt imádom benned, hogy te tényleg a meglepetések embere vagy. Képzeld el, kicsit frászt kaptam, mikor levette a szemem, be volt kötve, hogy hova hozott. Én mondom, nagy kirándulás, itt vagyunk a Sanettiba mamánál, de hát ezt nem mondta a részleteket. Fel részletekről nem mindig kell bakelni. Ja, jó. Végül is akkor igazad. Ez igazi meglepetés az ilyen? Na, ez is igaz. Várjál, közben ők dolgoznak, tudod. Hát igen. Élják az új dalokat, most egy új dalt fognak neked tényleg? Eljátszani. Egy új feldolgozás, még nincs készen, aha. Most ez a te tiszteletet. Jaj, de aranyosak vagytok, köszönöm szépen. Na hát... Én imádom, amikor muzsikáltok. Mivel Valentin napról van szó, hát mondottak egy jó szerelmes. Testvérem, mit dolgoztatok fel? Melyik van? Love Story-t. Love Story-t, az szép. Azt pont nagyon szeretem. Úgy szöveget kapott minden. Nem, szöveg ugyanaz, csak egy kicsit a mi világunkba, ahogy mi szeretjük. Mit hát, a kicsit a Gypsy Life bendes le. Igen. Fogadjátok sok szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönjük, testvérem, köszönjük. Magányos éveket elvenni őt, tőlem már nem lehet. Az arca közel, és a szemed ölel, ha végre rám talál, egyszer egy álom nem enged el. Sivár kis életemre, meddig tűz a fény, amiért érdemes volt megszületni tár.
mi sem nagyon nagy áldozata lám. Ó, szerelem, meddig lesz enyém? Sima kis életemre, meddig tűz a fény, amiért érdemes volt megszületni tehát. Meghalni sem nagyon nagy áldozat talán a szerelem. Magányos éveket elmenni ő, tőlem már nem lett. Az arca közel és a szemöle. Azt szeretem benne, hogy minden dalt úgy tényleg magatokénak formátok, hogy az hihetetlen. Tehát én meghallom, és nekem engem kiráz a hideg. Tehát én, amikor meghallom a hangotokat, meg amikor ketten egyszerre énekeltek, az nekem teljesen a... Nagyon szép. Az teljesen. Már nagyon várom, hogy a stúdióban dolgozzak veletek. Mi is? Nagyon. Meg várom a koncertet. Mi is? És várjátok, figyeljetek tényleg a koncertről annyit, hogy... Én úgy a ti blokkotokat úgy képzelem el, hogy az kajak mi fogjuk kísérni. Mi? Beharmonizek, lesznek próbák, nagyon sok próba lesz. Én szeretnék. Mama kevésszer szeret próbálni, ezt kell tudni. Ja, hát mennyit? Hármat, négyet tervez valahogy így? Vagy három-négy próbát, ahol... Mert hát külön fog majd próbálni ugye a nagy... filharmonikusokkal is, és akkor ott külön meg a cigányzenekar, meg a tánczenekar, meg a jazzzenekar, és akkor Kőkény igazából... Kőkény Attila is igen, lesz, neki... akkor a Takács Nikolász lesz. Hiába van február, egy ilyen nagy koncertnek az előkészületei azok már bőven hónapokkal előtte elkezdődnek, sőt fél évvel előtte, hiszen rengeteg tennivaló van, nagyon-nagyon készülünk rá. Ugye itt a családon belül intéződnek a dolgok, úgyhogy mindenkinek megvan a maga reszortja, Emilnek is, nekem is, mamának is, úgyhogy van bőven tennivalónk, sokszor azt se tudjuk, hogy hol áll a fejünk. Elkezdtem a gyakorlást kajakra, és... Gondolom. Tina nagy örömmel. Kézedeik a cigány lehet klopfolja, úgy tűnik meg én klopfol. Milyen ütemek vannak? Hát igen. Valamikor úgy éjszaka, tudod, felmegyek és lefekszek, és hallom, hogy egyszer csak megüti a dobot. Olyan, mintha így a mellkasomba belerúgdosnának. Akkor az nagyon jó dob. Nagyon jó szakkerek. Hát még az a szerencse, hogy azért nincsenek a szomszédokon túl közel, tehát nem... Meg elnézőek szeretnek. Igen. Te is mit eszel? Húst. Hússal átta? Húst. Ugyanazt, mint én. Hát a tésztát kerülöm, szénhidrátolod. De én is meghalok a tésztát. De miért ezt a jó tejfeles nokedit, mikor az asszony megcsinált? Hát na most egy-két kanállal meg úgy. Jó cigánytészta, lecsósan, lecsós pörkölt el. Megkedem a bankessei! Az első szerelem, az mi talán igelkísér. Én még színpadon nem sírtam. De mama olyat hozott ki belőlünk. Úgy dobolt, hogy közben így folyt a könnyen. A pergőm tiszta, a pergő dobom tiszta könnycseppen volt. Képzeld el. Megkedem a bankessei! Megkedem a bankessei! Lassan eszmélő virág.
olyan, mint egy álmodás. Az első szerelem, az legfeljebb egy két fogás. Az első szerelem, mégis szebb a többinél. Az első szerelem, az mint halál égelkísér. Az olyan, mint egy álmodás. Az első szerelem, hallgat meg fejjebb egy kézfogás. Az első szerelem, mégiscsak a többinél. Az első szerelem, az mit halálig elkísér. Néhány lassan eszmélő világ. Furcsa kábult érzelem, el nem múló szerelem. Hey! Mi áll, félénk való már, lassan eszmélő világ. Nagyon nagy blokkot a koncertre, nagyon jó lesz, belőjük. Szimfonikus zenekar az olyan lesz, hogy mama már úgy kiválogatta a nótákat. Képzeljétek el, hogy annyit elárulok, hogy a nagy járók a nóták lesznek. Nagyon sok zenekarnak a dobosa voltam, nagyon, de sose felejtem, mert mamának volt egy kisebb színpadon fellépése, nem mint a legnagyobb, hanem a, nem mondhatom ki a nevét. Hát egy nagy csarnok volt. Egy nagy csarnok volt az is. Festem. Igen. Képzeljétek el, fönt ültem a dobogon. A szimfonikus zenekar mögöttem végig. Figyelj, jön föl mama. Elkezdődik. Jön föl mama, fölnéz a sose felejtem el az ég felé, fogja a mikrofon. És akkor már tudtam, hogy abban a nézésben az van benne, hogy akkor drága sanyám, ezt neked fogom énekelni. Na már akkor rázott a dobnál a figyelize, és akkor elkezdi a banda. Megszólal az első, mert már ráz a hideg, megszólal az első szöveg. Feledni oly nehéz, mégis muszáj. Így sírtam. Szóval az, hogy én még színpadon nem sírtam. De mama olyat hozott ki belőle. Úgy dobolt, hogy közben így folyt a könnye. A pergőm tiszta, a pergő dobom tiszta könnycseppen volt. Képzeld el. Úgy kellett dobolni, de ott mindenki sírt. Ott mindenki. Hát igazából Járóka Sándornak ez a szerzeménye Feledni, hogy nehéz mégis muszáj című dal, ez egy nagyon mély mondani való dal. Tehát igazából ez arról szól, hogy
még hogyha ha az embernek nehéz is elengedni bizonyos dolgokat, vagy személyeket az életükben, akik nagyon fontosak voltak, meg kell tudni tenni azt, hogy elengedjük. És az az igazság, hogy lehet, hogy fáj abban a pillanatban, és talán akkor tudunk igazán nagyon szeretni, hogyha az a másik el akar menni, akkor el tudjuk őt engedni. Hát szeretnék egy olyan ajándékot adni most nektek, ami nem egy hétköznapi dolog. Járok a Sándor szerzeménye, akit én nagyon-nagyon szeretek. Ő már ott van fönt a mennyek országában, az én drága Sanyi bátyám, a világ legjobb muzsikusa vagy. Soha nem lesz ilyen muzsikus, mint te vagy, nagyon hiányzol nekünk. És az én drága, tehetséges gyermekén most el fogják előadni ezt a dalt, amit te írtál annó. És ez a koncerten október 25-én a legnagyobb színpadon el fog hangzani a Mama és a szimfonikus sokkal, de most hallgassátok sok szeretettel a Gypsy Life Band-ből. A feledni oly nehéz, mégis muszáj című dal. Tegnapot s a mának éj, a csókos tavasztól soha ne félj. Elmúlik minden, a rossz és a jó. Életünk nem más, mint papírhajó. Hagyd el süllyedni, vigyázz rá, mert elmerül egyszer, és nincsen tovább. Ne szeress jobban, mint ahogy téged szeretnek, jól vigyázz erre, mert ebből még. És boldog leszel, minden mi elmúlt, csak szép emlék legyen. Rázd meg hát magad, és indulj tovább, hisz rád is vár még boldogság. Ne szeress jobban, mint ahogy téged szeretnek, jól vigyázz erre, mert ebből még bajok lehetnek. Tanulj meg feledni, és boldog leszel, minden mi elmúlt, csak szép emlék legyen. Meg hát magad, és indulj tovább, hisz rád is vár még, mert rád is vár még Köszönjük szépen. Hát, hogy mivel Valentin nap van, hát azt kívánom tényleg az ország összes szerelmeseinek, mindannyian, nagyon szeressétek egymást, nagyon vigyázzatok egymásra. Ne csak Valentin napkor, ne hanem csak minden Valentin nap legyen az embernek. És tudod, mire gondoltam, Tinám? Ha már mama is följött szóba, járok a Sanyi. Egy igazi nagy szerelem volt ez a házasság.
egy olyan szerelem volt ez a két ember, ahova belépett egy helységbe, ott igen. Úristen, ott más két tűz. Dudás egy csárdába, szokták mondani. Igen. De megfértek. Igen. Megfértek. Figyelj, megfértek. Drágám, mi van, hogyha megajándékozzuk egy archív felvétellel a drága családom tévénézőit, hogy jöjjön most tényleg egy Járóka Sándor és egy Bangó Margit felvétel. Nézzétek meg azt a tüzes, hogy néznek egymásra. Én végem van, amikor egy ilyen felvételt nézek, Tinával sikítozunk, hogy úgy néznek egymásra, mint úristen. Hogy... Tükörben. Igen. Úgyhogy most szeretettel ajánlom nektek Valentin napra egy jó kis Járóka és Bangó Margit felvételt. Csókolok benneteket. Most a cigány legény nagy-nagy boldogságban él, mert egy barlaványban megtalált a szerelmét. Az a szép maradj csak, maradj, meg nem mozduljál. Jó, fiam. Tudom, hogy szereted, mikor masszíroszlak. Még a hideg is kiráz. Igen. Bár jobban esne, ha nem bőrkabát lenne rajtam, hát de mindegy. Hát figyelj, bemertünk együtt zuhanyozni, ha gondolod. Na jó. Megmosom a hátadat, drága habos-babosba. Azt majd otthon. Most befizettük mamához egy wellnessre? Olyan lenné szerelme, mint egy francia krémes, akit így lassan harabdosnám a forró ajkaimmal. Ja. Na, érted? Jó? Jó? Jó. Figyelj, babám, hogy érezted magad? Jól. Esküszöm. Tényleg jó. Tudtam én, hogy te milyen rendes ember vagy. Arcmasszázs. Ja. Jó? Jó. Jó esély. Egy na. Kicsit szorítottam. Van még egy meglepetésem számodra. Jaj! Ó, de szeretlek! Jaj! Drága szép szerelmem, fogadd el szerelmem jeléül. Boldog Valentin napot kívánok még neked 100 évig. Figyelj, én azt mondom, hogy nekem, én a világ legszerencsésebb felesége vagyok, mert nekem minden nap Valentin napon melletted. Még akkor is, hogyha sokszor egy kicsit bolondosak vagyunk, dilisek vagyunk, de én azt gondolom, hogy mi tényleg úgy szeretjük egymást, ahogy kevesen. Ó, hát az én uramnak a rózsája az nagyon tüskés, nagyon szúrós, de a világon a legszebb rózsa. Szeretlek. Hát én meg azt kívánom nektek, drágáim, én és Tina, hogy nagyon szeressétek egymást, nem csak Valentin napkor, kamázzátok egymást, kamázzátok a bátya műsorát is, hesszeljétek minden nap, 20 óra 55-kor a drága családomat, menjetek, döngöljetek, szeressétek egymást, és nézzétek a bátyát. Na viszont most én elrabolom. Na gyere! Mondjuk játsszuk el, hogy én vagyok te, igen. Te vagyok én, és egy napot tessék cseréljünk meg. Á, most akkora dal van a fejembe, azonnal hagyd abba a sminket. Most ezt hallgass meg, mekkora dalt írtam. Hagyd el békén! Cigánylány főz, én meg azon gondolkozok 24 órán keresztül, hogy hogy tudott anyám ilyen nagyon szépre szülni, mert hogy pacek vagyok, az steg, meg jó nézzek ki, meg gácsik meg vannak értem maga. Nagyon nagy szépség vagyok, 66-os a vasztó, bár az ő életét élhetném 3 percre. Semmi bajom nem lenne. Elmondom, mi a különbség, olyan, mint egy felfújhatós műbaba, vagy egy igazi nő.